Emerencia a jó boszorkány. Karácsonyi epizód. Laura a macska és Füli a kutya már reggeltől lázban égnek minden december 24-én. Túl az óperencián, Emerencia a jó boszorkány házában élnek. Itt töltik a karácsonyt már évek óta. Nemrég hozzájuk csatlakozott egy zöldfoltos zsiráf is. Neki ez lesz az első karácsony, amelyet az erdő mélyén tölt új barátaival. Na meg az egerek! Minden karácsonykor, illetve már előbb is, a hideg jöttével ők is megérkeznek. Idegesítő jószágok. De ilyenkor mindenki elfogadja, hogy éjjel kommognak, rákcsálnak. Emerencia inkább készít nekik ennivalót, mintsem az ők is otthonát rágják lyukasra. Cserébe az egerek is minden éven kiveszik a részüket a díszítésből. Minden karácsony reggel csak úgy viccből megkergeti őket Laura a macska, de egyet sem kap el, egyiküket sem eszi meg, azt főleg nem. Annál nagyobb ínyenc, és sokkal lustább is. Inkább csak jókat nevet rajtuk, ahogy rohangálnak előre. Főleg a kisebbek, akik nem is sejtik, hogy játék az egész. Eközben a házikóban már terjengenek a karácsonyi illatok. A narancs, a fahéj, a szegfűszeg. Laura ilyenkor a mézes kalácsokra készíti a gyomrát, és mindig örül, hogy már elkészültek, és nem kell velük vesződni többet. Emerencia, a jó boszorkány, karácsonyi zenével hangolódik az ünnepre. Piros pöttyös kötényében sűrök forog a konyhában, dalolászik, az ablakok alig észrevehetően repednek tőle. De mindenki csendben, pusztán szeretetből elviseli ezt is. Még a vágyfülű Laura is. A finom vacsira gondol, az ajándékokra. Igen, ebben mindannyian egyetértenek. Csodálatos az ünnep. Még azt is ki lehet bírni, ahogy Füli kutya nyelvéről csöpög a nyál a szőnyegre, ahogy a karácsonyfát bámulja. Az egérkék szemébe pedig beköltözik a csillogás, a várakozás, a karácsonyi csoda. Most mit kell csinálni? Kérdezi a zsiráf. Minden bizonnyal te teszed fel a fa tetejére a csillagot, végre nem kell a létra, gúnyolódott magában Laura. Kérdezd meg, Eme, mondta, de a mondat félbeszakadt. Emerencia nem volt sehol. Rádöbbentek, hogy nem szól a zene, nem érzik a karácsonyi illatot. A kisegerek úgy megijedtek, hogy az egyikük majdnem bepisílt. Mindenki zavarodottan kérdezgette a másiktól, hogy hova tűnt a jó boszorkány. Mi történt vele? Elrabolták? Vagy csak elment otthonról? Karácsonykor? És velük mi lesz? És a finom húsival mi lesz? Kérdezte Laura, mire a többiek csúnyán néztek rá, miért ez neki a legfontosabb. Ezért az ajándékokat nem is kérdezte inkább. Ilyenkor, míg Emerencia az ebéddel készülődik, különböző térképeket szoktak kapni, hogy nézzenek körül, hol lehetnek az ajándékaik. A ház és az udvar különböző pontjain találnak rá az elrejtett, díszes csomagokra. Nagyon izgalmas játék és jópofa időtöltés ez ebéd előtt. Nem nyithatják ki őket, csak ebéd után, miután mindenki a nappaliban gyülekezik és a karácsonyfa mellé telepedik. Énekelnek, ajándékot bontanak. Ez a megegyezés. Késő délután, amikor már sötétedik, kicsit kimennek az erdőbe, sétálnak, beszélgetnek, süteményt visznek a mókusoknak, kismadaraknak és egyéb állatoknak. Aztán otthon vacsoráznak egyet, Emerencia mesét mesél nekik, utána mindenki ott helyben elalszik a nappaliban. A kisegerek már sokszor a mese alatt elkókadnak. Sehol sincsenek a térképek. Valami nagyon furcsa dolog történik. Mit évők legyenek? Füli a kutya szaglászni kezd. Emerencia illatát érzi a konyhában, az ajtónál, megtalálják a nyomait az udvaron. Aztán eltűnnek. Valószínűleg felpattant a seprűjére, de mégis hova sietett el ilyenkor? A konyhában Laura ez alatt észrevette, hogy pirosan világít az a bizonyos vészjelző lámpa, melyről Emerencia soha nem mondta el nekik, mit tegyenek, ha világítani kezd. Nagy hiba, gondolta magában Laura. Az egerek még mindig némán, megzavarodva álltak, próbálták visszatartani a könnyeiket. A zsiráf sem tudta igazán, hogy mit tegyen.
Azt okoskodták ki, hogy biztosan valami sürgős dolog, valami nagyon fontos jött közbe. De miért nem hagyott üzenetet? Hisz tegnap még arról beszéltek, hogy alig várják a mai napot, hogy mi mindent fognak készíteni. Tényleg, kutassunk üzenet után. Körülnéztek a házban, végül egy rövidke üzenetre bukkantak a gyúródeszkára kiszórt lisztben. Sürgősen el kellett mennem, majd jövök. Egy kicsit mindenki megnyugodott. Persze nagyon kíváncsiak voltak, mi történhetett. Laura azon töprengett, hogyan menthetné meg az ünnepet. Hogyan lehetne szétosztani a feladatokat. Kell egy fa, kellenek ajándékok, kellene ebéd, meg sütemény is, te jó ég, és persze nem volna rossz rendet rakni mindezek után a konyhában, miau. Honnan szerezhetnének fát? Emerenciának vagy az angyalok hozzák, vagy valamilyen varázslattal kerül a szobába. Nem tudták. Az angyalok úgy is elhozzák a fát, hogy Emerencia nincs is itthon. Ekkor az ablakon át egy halvány kis fénysugár szűrődött a szobába, mintha kinn a ház mellett valaki felkapcsolt volna egy lámpát. Kirohantak mindannyian, és az ámulattól a földbe gyökerezett a lábuk. Egy kisebb fenyőfa világított az erdőben, mintha azt mondta volna, engem választatok. Közelebb merészkedtek, és a tőleveleken halvány csillagporfoltokat fedeztek fel. Ez azt jelenti, itt jártak az angyalok. Ez lesz a mi fánk, kiáltották az egerek. Füli kutya nekifogott, és ügyesen kiásta a földből, kerítettek egy cserepet is, valahogy beleegyengedték, és bevitték a nappaliba. Még Laura is segített, pedig nagyon nem szerette volna, ha érzékeny tappancsaiba belefúródik egy tűlevél. Egyszer majdnem elestek vele, mert Füli meglátott egy nagyon szuper ágat a földön, és ösztönösen elindult, elengedve a leendő karácsonyfát, hogy az ágat a szájába vegye, és fusson vele egy kört. Ez volt a kedvenc játéka, na! Az egereknek szólni sem kellett. Színes papírokból, fából, gyurmából, levegőn száradó fajtából persze. Díszeket sodortak, vágtak és rágtak, angyalkákat és csengőket rajzoltak. Narancsot szeleteltek, dobozokat gyűjtöttek, felfűzték őket, és végül a fára aggatták őket. Ebben már a zsiráf is sokat tudott segíteni. Végül mégis az ő feladata lett a csúszdísz felhelyezése is. Laura pedig körülnézett a hűtőben, mit is ehetnének ebédre. Talált is ezt-azt, mindenki szerencsére jól lakott. Igyekezett szépen, ünnephez méltón megteríteni az asztalt. Még szalvétákat is hajtogatott, nehogy bárki azt mondja, hogy nem vette ki a részét a készülődésből. Még egy remek vacsora ötlete is támadt. Karácsonyi szendvics. Mindenki szereti. A zsiráfnak tesznek rá némi akácia levelet, az egereknek sajtot, magának, na meg akkor Füli kutyának is, tesznek rá egy kis sonkát. Esetleg kicsit meg is pirítják. A délelőtti készülődés kissé elfeledtette a kezdeti ijegységet, de ebéd közben mindenki megint azon töprengett, vajon Emerencia hazatér-e vacsorára. Érezték, hogy fontos dologról lehet szó, ha magukra hagyta őket. Eddig sosem volt ez így. Készítsünk neki közösen ajándékot, biztos örülni fog, ha megérkezik. Tanuljunk meg egy karácsonyi éneket, szólt a zsiráf. Az egerek viszik a szopránt, Füli a... Ne, csak ezt ne, mondta Laura. Úgy is szólni fog még a karácsonyi nyekergés eleget. Megint mindenki csúnyán nézett. Végül mégis megegyeztek abban, hogy inkább készítenek neki valami szépet. Rajzoltak egy nagy-nagy kört, egy nagy-nagy papírra. Mindannyian befestették mancsukat, talpukat, patájukat valamelyik festékkel, és megpróbáltak lenyomatot készíteni a papírra, mégpedig úgy, hogy a körből egy szép színes karácsonyi koszorú legyen. Emerencia biztos örülni fog, és minden évben előveszi, és meghatódik majd. Ahogy erre gondoltak, ők maguk is meghatódtak. Aztán elszomorodtak, mert Emerencia még mindig nem került elő. Aztán egyszer csak a kandalló felől apró zörejt hallottak, majd egyre erősödött a hang, és végül nagy robajjal zuhant valami a kandallóba fentről, de nem láttak semmit a füsttől és a koromtól. Oda néztek, szótlanul, megszeppenve,
A meglepetéstől senki meg se nyikkant. Hirtelen ismerős hangon köhécselni kezdett egy piros ruhás alak. Az állatok nem mertek megmozdulni, csak várták, hogy mi lesz. Emerencia! Szólalt meg végül a zsiráf, miközben örömében a plafonba ütötte a fejét. Valóban Emerencia mászott ki a kandallóból, ott állt előttük kormos piros ruhában. Fáradtnak és kimerültnek tűnt. Még jó, hogy nem égett a tűz, gondolta Laura, és elképzelte, ahogy a jó boszorkány égő popsival szaladgál a szobában. Aztán mindenki beszélni kezdett, mindenki kérdezett, sorra tudni akarták, mi történt. Reggeltől tele voltak ezekkel a kérdésekkel, aggodalommal, és most mindenkiből egyszerre tört fel minden. Hol voltál? Mi történt veled? Miért a kandallóból bújtál elő? Ki hozott? Ugye otthon maradsz? Mi van nálad? Kérdezték most már mindannyian felocsúdva az ámulatból boldogan. Emerenciának jól esett, hogy ennyire aggódtak érte, kedves mosolyjal az arcán próbálta elmesélni, mi is történt. Elmondta, hogy reggel a szokásához híven felvette a pöttyös kötényt, mint minden karácsonykor elindította a karácsonyi lemezt, éppen nekifogott volna a sütésnek, amikor megszólalt a vészjelző lámpa. Nagyon megijedt, tudta, hogy nagy baj van. Nagy baj, mégpedig az északi sarkon. A vészjelző lámpa bizony ezt jelzi. Az iskolában tanulta, hogy ha megszólal, pirosan világít, akkor valakinek valami fontos dologban segíteni kell. Fogta a seprőt, és csak egy rövid üzenetet hagyott a lisztben, ez volt a legjobb ötlete. Egészen az északi sarkig repült a télapóhoz, akinek a műhelyében sokan beteget jelentettek. Késtek a karácsonyi sütik, az ajándékok, a műhelyben ne állt a munka. Amikor már minden manó és angyal foglalt, akkor kerülnek sorra a jóboszorkányok. Ezért is indult szó nélkül útnak, ha ünnep van, ha nincs. A télapónak segítség kell, sőt, meg kell menteni a karácsonyt. Mi lesz a sok várakozó kisgyermekkel? Segített hát a csomagolásban, segített az ajándékok kihordásában, karácsonyfák díszítésében. Ekkor Emerencia abbahagyta a mesélést. Körülnézett, látta, hogy karácsonyi díszben a ház, hogy áll a karácsonyfa, hogy mindenki rendben van, jól lakott, hogy mindenki ott van, akit szeret, s hogy kisbarátai megoldottak mindent. Meghatódott, még egy könnycsepp is legördült az arcán örömében. Aztán újra megszólalt, és elmondta, hogy késő estig repkedett az összes angyallal, jóboszival együtt, hogy a télapó is a szárnyán végigjárta a házakat, családokat, hogy végigmászták a kéményeket, a kandallókat, eddig hordták szét a fákat, s tették az ajándékokat alá, vagy a felakasztott zoknikba, hol mi a szokás. Nagyon izgult, hogy minden győzzenek, mindenki örülhessen, s hogy még időben ő is hazaérjen és meglephesse barátait valamivel. Sajnálta, hogy nem tudott itthon elkészülni, hogy ez más karácsony lett, mint az eddigiek. Aggódott értük, hogy nem lesz ebéd és vacsora, hogy nem lesz ajándék. De végül egészen jó időt futottak, és arra gondolt, hogy a télapó helyett ő fog a kéményen lecsúszni, és ajándékot is hoz mindenkinek. Ez lesz aztán a meglepetés. Ebben a puttonyban pedig a ti ajándékaitok lapulnak, gyertek csak ide sorba mindannyian. Mi is készítettünk neked valamit, együtt, közösen, mondták a többiek. Hirtelen a csacsogást és kérdezősködést, a csomagolás, ajándékbontás hangja váltotta fel. Mindenki megnyugodott, mindenki örült, hogy Emerencia hazatért. Azt is tudták, hogy ezt a karácsonyt nem felejtik el soha. Elmesélték Emerenciának, mit éreztek, amikor nem találták sehol. Elmondták, hogy készült el a karácsonyfa, az ebéd és a vacsora, aztán odaadták a koszorút is, ami az ünnepek alatt végig ott díszelgett a falon. Énekeljünk karácsonyi dalokat, szólalt meg Füli, a kutya. Jaj, ne, szólalt meg Laura, de szerencsére ezt a hozzászólást már elnyomta a kis karácsony, nagy karácsony és a mennyből az angyal dallama. Laura fülelt, és elcsodálkozott, hogy ezen az estén nem is zavarja annyira Emerencia és a többiek néha félre csúszó hangja, mert ezekkel a hamis hangokkal volt kerek az este. Így volt ez a karácsony az övék.